A rendelkezések értelmében április 19-én megnyitott a Csallóközi Múzeum is. A látogatók egyelőre az intézmény állandó kiállítását tudják megtekinteni, időszakos kiállítás megnyitók szervezésére még nincs lehetőség. Viszont a korlátozások feloldása után a múzeum az elmaradt rendezvényeket, kiállításokat, előadásokat és koncerteket is igyekszik pótolni. Csoportokat nem fogadhatunk, hanem magánszemélyek jöhetnek. És egyébként elmondhatom, hogy úgy gondolom, hogy azért lesznek látogatók, mert amikor tavaly is volt egy ilyen időszak, akkor sok magánszemély jött, mert ez úgy van, hogy magánszemélynek számít az is, hogyha valaki mondjuk családostul jön. Hát szeretnénk, hogyha mi előbb megnyitatnánk az időszaki kiállításokat is. Mi fölkínáltuk a művészeknek, hogy online módon megrendezzük ezeket a kiállításokat, de senki nem ment bele, nem volt egyetlen egy művész, aki ebbe belement volna, hanem azt mondták, hogy megvárják, amíg eljön az a pillanat, hogy tömegrendezvényeket lehet csinálni. Úgyhogy számos kiállítás megnyitó várható a jövőben, számos olyan rendezvény, ami elmaradt. A Kortárs Magyar Galéria esetében is hasonló a helyzet. Az új kiállítások és programok időpontjáról a későbbiekben tájékoztatják a látogatókat. A templomok is megnyithatták kapuikat a hívek előtt, az elmúlt hónapokban online szentmiséket és istentiszteleteket közvetítettek. A református templomban április 25-től tartanak istentiszteleteket. Mivel az érdeklődés nagy, ezért több istentiszteletet tartunk, tehát tartunk egyet 9 órakor 65 éven felülieknek, és tartunk egyet 10 órakor 65 éven aluliaknak, illetve gyermekeknek. Később, hogyha igény mutatkozik rá, és maradnak ezek az előírások, akkor akár nem csak 9 és 10 órakor, hanem akár 11 órakor is tartunk még egy külön istentiszteletet. Hétközi istentiszteleteket is tartunk, ami annyit tesz, hogy aki esetleg hétköznap tud inkább jönni, és vasárnap el tud tekinteni ettől, akkor az jöhet hétköznap is. Főleg azok, akik megszokták azt, hogy a hitüket a közösségben élik meg, ott találkozhatnak az ismerőseikkel, barátaikkal, és az istentiszteletnek van egy olyan eleme, amit igazából otthon egyénileg az ember nem tud megélni, mert ez egy közösségi élmény is, és épp ezért sokan vágynak már arra, hogy jöjjenek a lelkészekkel együtt. A Csallóközi Könyvtár is az olvasók rendelkezésére áll. A Covid-automata rendelkezései szerint azonban csak előzetes megrendelés alapján kölcsönöz könyveket. A megrendelt könyveket egyelőre kedden, csütörtökön és pénteken 10 és 15 óra között, szerdán pedig 11 és 17 óra között vehetik át a könyvtár bejáratánál. Ha tovább javul a helyzet, április 26-ától már a könyvtárban is fogadhatják az olvasókat, a négyzetméterenkénti korlátozás azonban érvényes lesz.